Olyan nagyhírű nemzetközi cégek, mint a CEISZ, de helyi vállalkozások is, mint például a Szabolcs Optika költözött be a Mátészalkai Ipari Parkba. Összesen 42 cég dolgozik itt, túlnyomó részt textilipari, kereskedelmi, optikai és bútorgyártással foglalkozó vállalkozások működnek Mátészalkán. Hanusi Péter, a város polgármestere azt mondta, nem elégszenek meg ennyivel, továbbfejlesztenék az ipari parkot. A már meglévő ipari területeinket szeretnénk fejleszteni, hiszen már most is vannak a 10 hektár területen olyan helyszínek, ahol gyakorlatilag nincs megfelelő áramkapacitás, nincs víz, nincs szennyvíz, nincs internetkapacitás. Ezeknek a kiépítésére, közművel való ellátására, az utak elkészítésére, járdák elkészítésére, csapadékvíz megoldására 500 millió forint támogatást szeretnénk lehívni. Mátészalka csak egy a megyei ipari parki központok közül. A térképen látszik, hogy Kisvárdán, Nyírbátorban és a megyeszékhelyen Nyíregyházán is komoly parkok működnek, de a kisebb településeken is vannak ilyen kezdeményezések. A 2020-ig tartó uniós költségvetési időszakban 2,9 milliárd forintot fordíthat a megye az ipari övezetek fejlesztésére. Minden település pályázhat az úgynevezett TOP programban, akkor, ha a belterületi iparterület 50%-a önkormányzati tulajdonban van. Új ipari parkok kialakítására is lehet pénzt szerezni, ám csak akkor érdemes, ha az nem marad üresen. Befektetői tárgyalásokat jó magam is folytatok, részt veszek, illetve információk is érkeznek hozzám. Van mozgolódás, vannak elképzelések, viszont az azt jelenti, hogy a meglévő területeken, amik vannak, ott az infrastruktúra fejlesztése vagy javítása, bővítése, az egy fontos szempont, amire lehetőséget nyújt ez a pályázati kiírás, és ezt célszerű erre felhasználni. Tehát azt jelenti, hogy a meglévő vállalkozások jobb minőségű kiszolgálását akár új épület építésére vagy meglévő bővítésére is lehetőséget ad. A vissza nem térítendő támogatás 100 millió forinttól 1 milliárd forintig terjed. Magyarországon 220 ipari park van, az észak-magyarországi régióban van a legtöbb, de a közép-dunántúli régió ipari övezetei nyújtanak a legtöbb embernek munkát. Az ipari parkok kihasználtsága és fejlettségi szintje változó, többségük beépíthető területtel is rendelkezik.